14. alkalommal került megrendezésre 2018. június 23-án a Domonyi falunap, melyet a település szlovák gyökereinek felidézésére hagyományteremtő céllal most először Bodak Fesztiválként neveztek el. Az iskolaudvaron a rendezvény bejáratánál az önkormányzat, illetve önkéntesek felajánlásából helyi asszonyok és pékek által sütött lekváros, káposztás és túrós bodaggal kínálták a vendégeket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is hirdettek főzőversenyt, azonban a felhívásban ezúttal a Bodak Fesztivál gondolatához kapcsolódva a tótos ízvilág megjelenítésére hívták fel a figyelmet. A versenyre összesen 13 csapat nevezett. Körülbelül egy 30 adag étel lesz, drüskovát főzünk, ami egy pacalleves felvidéki cseh-szlovák változata. A pacal a Kárpát-medencében elég elterjedt étel pörköltként, a pacalleves Erdélybe, meg a felvidéken, ami elterjedt étel, Erdélybe egy tejfölös, tejszínes változatát, Csehországba, Szlovákiába pedig a magyar gulyáshoz hasonló változatot csinálják, ezt próbáljuk. Hát természetesen részvétel a cél, a nyerésre nem is gondolkodtunk, tehát nem a főzőverseny megnyerés a céljunk. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, most először sikerült. Szeretnénk Domonyba bemutatni, egyre jobban népszerűsíteni a kézilabda csapatunkat, a sportegyesületünket. Hoztunk ki egy pár relikviát, amit az idén nyertünk, szurkolóis állat, pólót, ha valaki venni szeretne, vagy folytatni szeretné a szurkolást nekünk. Nem tudom, hogy mennyien tudják, de hogy Kartalon játsszuk a kézilabda meccseinket, reméljük, hogy pár év múlva haza tudunk jönni Domonyba, és itt van tudunk kézilabdázni, hazai pályán tudjuk fogadni a vendégeket. Kék ne felejts, hagyományozó csoport, hagyományozó csapata. Ugye vannak köztünk táncosok, a hölgyek, lányok fognak táncolni, 10 fővel lépnek, mi meg főzünk itt a fiúkkal addig. Na most kétféle ételt főzünk, főmenü az csirke, pörkölt, rizses káposztás, édes káposztával. Próbáltuk már savanyú káposztával is, de most kipróbáljuk édes káposztával, rizssel a csirke pörköltet, és akkor sörös kenyér van hozzá. Körítésnek, nem galuska, meg ilyesmi, ugye, mivel eleve van már benne rizs, meg káposzta, úgy gondolta, hogy kenyérrel jobb lesz ezt fogyasztani. Igen, a másik bográzsa pedig csülök pörkölt lapocka és csülök keveréke. Az ugye hagyományos módon eredeti recept alapján pörköltnek elkészítjük. Mert van, aki ugye nem szereti a csirkét, és arra gondol, illetve úgy beszéltük meg, hogy akkor legyen egy másféle kaja is. Az iskola épületében domonyi lakosok egyedi készítésű kézműves tárgyaiból összeállított kiállítást nyitottak meg. A tárlaton több mint 50 helyi alkotó legkülönfélébb munkáit tekinthették meg a látogatók. Többük otthonában jártam már, és munkáikat látva megfogalmazódott bennem, kár, hogy ezeket a kincseket csak a családtagok és néhány ismerős láthatja, és mi nem. Jó lenne valahogy közkincsé tenni ezeket. Sok évig dédelgettem ezt az álmom, és egy hideg téli napon vettem a bátorságot, bekopogtattam a polgármester úrhoz, és elmeséltem, hogy mi az ötletem. Tantó Viktortól megkaptam az engedélyt és az eszmei támogatást a megvalósításhoz. Kati Ovoni éppen ez időtájt keresett meg, hogy táncos produkcióval szeretné színesíteni a falunapi műsort, szervezzük meg a tánccsoportot. Összeeresztettük az energiáinkat, a gondolatainkat, és elindult az együttmunkálkodás. Azóta egymás segítőiként újabb és újabb tervekkel, ötletekkel szervezük a kiállítást és a táncos produkciót. A Domonyi Hírmondóban közzétett felhívásra nem nagyon mozgolódtak az emberek, ezért megkerestünk néhány alkotót, akit személyesen ismertünk. És ekkor igazán nagyszerű dolog történt. Ajánlgatni kezdték a kézimunkázók egymást. Csodálatos dolog, hogy nem csak a saját munkájára büszke valaki, hanem a másikét is értékeli. Ámultunk és bámultunk, hogy milyen sokfélét készítenek falunk lakói, hogy mennyire nem ismerjük egymást.
Erről szól ez a kiállítás, hogy tudjunk egy kicsit többet a másikról, hogy becsüljük meg egymást. A végén annyi ajánlást kaptunk, hogy szinte újabb bemutatót is lehetne rendezni belőle. Legyen ez a cél. Mi elindítottunk valamit, és tervezzük az együtt folytatást. Legyen Domonynak jövője. Legyen jó érzés itt élni a jelenben, és szívesen emlékezni a múltra. Köszönet és hála mindenkinek, aki megnyitotta előttünk otthona ajtaját, és feltárta előttünk a kincseit. Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék falunk lakóira. Köszönet a segítőinknek, egy egész tábunk volt, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a bemutató. Azt hiszem, hogy a közös munkálkodás még közelebb hozott minket egymáshoz. És a záró gondolatom, Soli Deo Gloria, isteni a dicsőség. Isten a legnagyobb alkotó, ha ő nem teremti meg ezeket a kezeket, akik ezeket a munkát elkészítették, akkor ma nincsen ez a kiállítás. Éppen ezért kértem fel Valentini Betti lelkésznőt, aki mentálhigiénés szakember is, hogy méltassa a kézimunkának a fontosságát, és így az saját alkotásával járuljon hozzá a Domonyi Alkotó közösségéhez. Amikor betérünk erre a kiállításra, a figyelmünket nem kerülheti el a megnevezés, hogy kincstárogató. Azonnal eszembe jutott egy szentírási szakasz, amely a Máté evangéliumából a 6. fejezet 21. versben így szól. Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Kezek munkáját tekinthetjük majd meg. Itt ezen a kiállításon az alkotás áldásait vehetjük szemre. Mit láthatunk majd itt? Nagyon sokrétű ez a kiállítás. Megmondom őszintén, teljesen megdöbbentem, amikor szemrevételeztem, hogy milyen sokféle alkotás található, és milyen sokfélék a domonyiak. Van itt keresztszemestől kezdve festmény, grafika, költemény, és még meg annyi más, amit most felsorolni sincsen időm, de majd mindenki megtekintheti. És kérdések, rögtön kérdések vetődtek fel bennem. Miért készülhettek vajon ezek? Úgy gondolom, hogy az örömből, úgy gondolom, hogy ügyességből, tehetségből, és ezeknek nagyon nagy hatása van ránk. Nem csak az alkotókra, hanem azokra is, akik majd ezeket megtekintik. A színpadon kora délután kulturális műsor vette kezdetét, ahol Tantó Viktor, Domony község polgármestere mellett Vécsei László, országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket. Talán a legkisebb településeken is kezdjük visszafoglalni az életünket. Kezdjük visszafoglalni a hétköznapjainkat, hiszen dolgozunk és a munkánk gyümölcsei lassan beérnek. Kezdjük visszafoglalni az ünnepeinket, sőt, még a legapróbb településeken is új tartalmakkal töltjük meg azokat az együttléteket, amelyek korábban nem léteztek alkalomként. Ez a Domonyi falunap is, a polgármester úrral beszélgettünk, sokáig falunapként futott, és egyszer csak meglepetésszerűen jött a hír, hogy itt az első bodagnapra jöhetünk el, sőt, ez a bizonyos kiállítás is megnyílt. Dupla öröm, mert ez azt mutatja, hogy itt is elkezdődött valami közös, valami együttgondolkodás arról, hogy hogyan lehetne még egyedibbé, még sajátabbá tenni egy falunapot, hiszen falunap mindenhol van. Ahol egy település ad magára valamit, ott biztos, hogy rendeznek legalább egy évben egy falunapot, egyet, de azt nem biztos, hogy képesek megtölteni ilyen speciális tartalommal, mint ami most itt Domonyban is sikerült. A Bodag Fesztiválra Domony testvértelepüléséről a felvidéki Hodosról is érkeztek vendégek. Ahogy oldalra néztem és újra megláttam a
zászlónkat, ugyebár a falunk címerét. Rettentő jó érzés. Szóval így mondhatom azt, hogy kicsit otthon érezzük magunkat, és tényleg mondhatom azt, hogy ez az a barátság, ami sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, és hál' Istennek, hogy még mindig tart, és reméljük, bízunk benne, hogy folytatódni is fog. Ez még hosszú-hosszú éveken át, és nem csak én fogok itt állni, hanem majd ugyanúgy lehet a gyerekeim és az unokáim. Köszönjük ezt a fantasztikus baráti fogadtatást, szeretetet, amit sugároztok felénk, és ugyanilyen nagy szeretettel várunk majd, természetes dolog, hogy titeket is vissza hozzánk. Remélem, hogy eljöttök mi hozzánk is a falunapra augusztusban. A Falunap és Bodak Fesztivál szervezésében számos segítő vett részt, akiknek Tantó Viktor polgármester a műsort megelőzően megköszönte példátlan együttműködésüket. Ezt követően Horváth Gyula helyi alkotóművész különleges meglepetést adott át a település vezetésének. Meghívást kaptam, mint helyi illetőségű autodidakta alkotó erre a mai napra, és nagy megtiszteltetésként ért, és akkor felmerült bennem a gondolat, hogy mivel tudnám egyedivé tenni ezt a napot, illetve idehozni valami olyasmit, amivel tőlem telhetően maradandó is lehet akár. Tisztelt domonyiak, tisztelt erőjáróság, büszkén mondhatom domonyi lakosként, hogy a falunk vezetését illetően csak a forma változott, a tartalom nem. A kulturális program kezdetén Kocman Jánosné Cserny Magdolna Játszani szeretnék című versét szavalta el. Szeretnék találkozni kinn a réten az ifjúság piros tűzével, dobogó lábak vígzajával, bezárt kamaszok szökött hadával, és harcba szállni az idővel, vagy csak kérlelni. Maradj, ne menj még el. Vállaim terhét hadd tegyem le. Hajam kibomlott, hadd fonom be. Fülem régi szélzúgását hallja, füttyel szólít a galgapartra. Bokrok között letört virágok, én behunyt szemmel is oda találok. Mesztelen lábam porba mártom, két karom ölelésre tárom, hogy átfogjam a végtelenség felém sóhajtó rebbenését. Mint aki gyónni jött e régi tájra, egy erőgyűjtő pillantásra úgy nézek körbe könnyes szemmel, üdvözlő szóval, visszajöttem. S valami furcsa reszketéssel, egy szívmelengető halk zenével üzen a múlt, az ifjúság. Ezer emlék. Egy maszatos arcú kamaszlány magam, idővel alkuszom. Ne menj! Maradj még! Ne siess mindig! Én még játszani szeretnék. Tánccal léptek színpadra a Kis Csillag óvoda növendékei. Katica bogár vándorol a réten át, vár rá ott sok kaland és minden jó barát. Hét pettyes Katica bogár dala olyan vígan száll, tarisznyáját vállára veszi irány a nagy világ. A mamájából a tóhoz indul fürdeni. Hét pettyes Katica bogár estére elfárad már, visszavonul otthonába, várja őt az ágy. Hét pettyes Katica bogár pizsamába bújik hát, álomba szennerül a sok.
Péli Fanni, a Domonyi Rendezvények állandó szavalója. Ezúttal Balogh József Nyár című versét adta elő. Balogh József Nyár. Nyár kacsint be az ablakon, egy tikkadságos hajnalon. Fénye a redőnyt törve át, magával fürözt hűs szobát. Paplant ébreszt és takarót, lajháros lusta ágylakót. Tarisznyájában új virág, nem kap a szirma hőgutát. S van benne friss vakáció, egy tópartra szánt rádió. Fecskék cikázó röpte száz verítéklázas kerti ház. A dinnye tőle cukrosul, nevet a naprá huncutul. Izzad az erdő, fű, a rét, patak párolog, és az ég szinte önmagát fényli szét. Vihar, ha orvul mennydörög, kugliznak fönn az ördögök. Fürge felhő szál, dús, esős, lemfű között időz az őz, hisz messzi még az ősz, a csősz. A Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület 44 éves múltra tekint vissza, és szintén állandó szereplője a helyi rendezvényeknek. A Domonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására érkezett a Bodak Fesztiválra Botos Lajos, a Vidám Vasárnap szólóénekese és zenekara. Bagi táncokkal szórakoztatta a közönséget a Muharai Népi Együttes gyermekcsoportja.
Ugyancsak Bagról érkezett a falunapra a Szinkron Nyugdíjas Egyesület férfi kórusa. Három éve működik Domonyban a Kék ne felejts hagyományőrző csoport, akik műsoraikkal nem csak a helyi, de a szomszédos települések rendezvényeit is színesítik. A helyi iskolás korosztály műsorában Szajkó Zseraldina Kányádi Sándor versét szavalta el. Hétköznap, amikor sok az ember dolga, akkor kérdezheti, kész a pityóka. Nyár elején, amíg zsenge friss gumókat, becézte az asszony földi magyarónak. Nem csak eszes asszony, ügyes is a lelkem, minden étkezéskor mással traktál engem. Ha nem tudnám, észre se venném, hogy krumpli, nem tudnám a főszét sohasem megunni. Levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek, ahogyan ő készíti, meg nem enni vétek. Így beszélt az ura, az egész környéken nincsen olyan asszony, mint a feleségem. Kivált a paprikást, ahogyan csinálja, arra még a síri holt is hazajárna. A harangozónak sincs itt mi nálunk dolga, az illattól kondul harangisszóra. Egyszer a király is, kinek szakácsa beteg volt, megjelent krumpli paprikásra. Megnyalta az ujját ő felsége, s nyomba ültette az urastól hintóba. Azóta a király s az udvari népek burgonyát, pityókát, krumplit pecsenyéznek. A felső tagozatos diákok latin táncot adtak elő. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen, én utánam szegények kezereknyen. Ennek a vége, ha ez bejön, megyek én majd elébe. Olá Norbert, negyedik osztályos tanuló, svéd gyermekverseket mondott el a műsorban. Milyen kár, hogy nincs cipzár a banánon. Ha csak a felét szeretné megenni, bezárhatnám a maradékot. Azt hiszem, cipzárt fogok szerelni egy banánra. Mondjuk füzet kapocsán, senni kezdem a buszom. Lehúzom az árat, majszolok belőle, és újra behúzom. Klassz mi, hogy bámulnak majd az ürgék. Persze ők úgy tudják, hogy nincs cipzár a banánom. Sóderparti. Daniel, aki az osztályunkba jár, a vacsorát sóderpartinak hívja. Sóder tesztek vacsorára, kérdeztem egyszer, mert olyan lükén hangzik, hogy sóderparti. Frászt, mondta Daniel, húst eszünk, s mindenki nyomhatja a sódert, és senki sem mondja, hogy fogba szállt, s mindig kipakoldatod, ami a szívedet nyomja, mondta Daniel, és nevetett. Mégiscsak lükén hangzik a sóderparti, de ami a szívedet nyomja, az már igen. Nálunk csak olyan közönséges vacsora van. Kapuszta Dominik, polka, flamenco és blues darabokat adott elő gitáron. Thank you.
Domony új kultúrcsoportja az Orra Bukta tánccsoport, akik swing koreográfiával szórakoztatták a nézősereget. A kulturális műsor utolsó produkciójaként a fellépők közösen énekeltek el egy dalt. Az érdeklődők a Domonyi Kutyabarátok bemutatóját is megtekinthették. Legyek szíves! Nézd, hogy gyerem akarok! Akkor majd a kutya elfogja. A gyerek is gyere! Hát! Hát! Gyerek is! Gyerek is! Na elég volt! Na menjen már! Na menjen haza, jó? Illegos az én! A színpadi műsor Dredd és Doris koncertjével folytatódott. Valaki kiszáll, azaz, valaki elszáll, valaki hapály a szélén, hordozott és hideg sört kínál. Na gyerünk, itt vagytok! 220 felett észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. 220 felett a nap során az iskolaudvaron a gyermekeket is várták különböző kísérő programokkal, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, lovagoltatással és ugrálóvárral. Hajtjuk a nyáron, mindenki derülhet. Valaki kiszáll, valaki elszáll. Igyekeztünk minden korosztály igényeit kielégíteni, tehát egész az apró gyerekektől az idősekig, és igyekeztünk most már külön kultúrát belevinni ezzel a kiállítással. Ugye a szokásos népzenei és az óvoda iskola fellépése, most már hál' Istennek új csoportok is vannak,
akik lelkesek, aktívak, és mindig újabb dolgok legyenek, ne az a sablonos. Talán, hogy ne az a sablonos, nevet is váltott a rendezvény. Mi lett ettől az évtől a neve? Idéntől Bodak Fesztivál a neve. Ennek külön hagyománya van településünkön. Ugye a bodag az többféleképpen értendő, mivel tót szóból származik, ezért éreztük magunkénak, de nem csak a tót hagyományokat, hanem a cigány kisebbségnek a hagyományát is magába foglalja. Ugye a cigányoknál a bodag az a kenyér, a hagyományos cigány kenyér, amit lecsóval vagy bármi más töltelékkel pörköltel esznek, és ugyanakkor a nálunk pedig ugye süteményt jelent, és így a két kultúra keveredett. A főzőverseny alkalmával is próbálták ezt megeleveníteni? Igyekeztünk, de nem volt szempont még idén. Ezt igazándiból jövőre szeretnénk, hogy már kötődjön jobban a bodakhoz. Idén még csak pluszpont jár érte, de jövőre már viszont feltétele lesz, hogy minél több tót vagy szlovák étellel nevezzenek az emberek, hogy őrizzük a hagyományokat ezzel is. 13 főzőcsapat volt, nagyon szép számmal. Ez az első olyan alkalom, hogy ilyen szép számmal részt vettek. És legalább a fele, ahogy szészt néztem, használta az úgymond tótízeket, amit kértünk a csapatoktól. Amit én láttam, az a úgymond tótos ganca, és különböző bodagok szerepeltek a főzőcsapatoknál. Láttam túrós lepényt is, ami az egyik kedvenc eledele a falusiaknak is, meg régen a úgymond tótoknak is az volt. Két úgymond új főzőcsapatunk volt, a kézilabdások és az Ádám Kémény Társaság. Egy csapat összehozó program volt lényegében, nem a nyeremény volt a fontos, hogy mit fogunk nyerni esetleg, vagy mit nem nyerünk. Az ötlet, hogy többen jól lakjunk, mindenkinek jusson, így babgulyás volt, kétfajta húsból volt csinálva, csülökből és marhalábszárból volt. Az ételeket háromtagú zsűri értékelte, akik a csapatok közül az első három helyezettet díjazták. A zsűri elnök nagyon szakmaian összeállított különböző pontokat, azt minden főzőcsapattal megbeszélték, hogy mi alapján értékelik a csapatokat, és úgy gondolom, hogy sikerült reálisan értékelniük. Harmadik helyezett lett a Kis Csillag óvoda. Második helyezett lett a Kék ne felejts tánc együttes. Ezt a versenyt a PM veszi, Damonyi otthon nyerte. Kora este a színpadon Bányai Márton nótaénekes és zenekara szórakoztatta a közönséget, majd a programok egészen éjfélig tartottak. Nem ütik a jogász nagyon, sárga rigó rozmaringom galambom, mert a jogász vastól nagyon, sárga rigó rozmaringom galambom, mert a jogász vastól nagyon, sárga rigó rozmaringom galambom. Egyszer vágtak jogász nagyon, sárga rigó nagyon sok felajánlást vállalkozóktól, valamint a helyi boltosoktól, akik hozzájárultak akár a tombolához, akár a főzéshez, és még jó néhány dologhoz. És nem utolsó sorban az emberek voltak, akik oda tették magukat.
és azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb és a legnagyobb orderejű szponzoráció számunkra, hogy kijöttek. Kijöttek, főztek, jól érezték magukat. És ez, ilyenkor azt érzi az ember, hogy örömdomogyinak lenni.